Három pedál van. Azt kell tudni, hogy kuplung nincsen. A túlsó pedál, a baloldali, lassú benyomással megy előre. Mikor fölgyorsul a jármű, a gáz az itt van a kormányon, kézi gázzal megy. Mikor jól fölgyorsul, azt a kézi kart előre nyomva automatikusan második sebességbe teszi, és lehet vele közlekedni. Nem kell csak a gázzal foglalkozni utána. Így kell vezetni a Galamb József tervezte Ford T-modellt, amelyekből 6 darab is jelen volt a 9. nemzetközi veteránjármű találkozón Makón. A Fordokon kívül 30 másik autót és nagyjából ugyanennyi motort lehetett megtekinteni, főleg vasárnap délelőtt, amikor a korona előtt gyűltek össze. A háromnapos rendezvényt Galamb Józsefre emlékezve szervezték meg. Akkor találtuk ki, mikor a Galamb József szülőházán a táblaavatás volt, és átadásra került akkor egy-két dolog, és a polgármester úr, illetve az egyesület kitaláltuk ezt a találkozót, körvonalazódott egy galambdíj átadása is, ami most egy kicsit csúszik, de ami nem fog elmaradni valószínű, és akkor gondolkodok erre, hogy lesz egy háromnapos rendezvényünk, és itt azoknak a barátainknak, akik átjönnek a T-Fordokkal, illetve egyéb veteránjárművekkel, azoknak megmutatjuk Makót, Makó környékét, illetve átruccanunk Romániába, ami nekünk is egy újdonság, tehát itt a tagjainknak, és így meg lett oldva, hogy a háromnapos találkozó az elég sűrű programokkal lett tele. A járművek pénteken érkeztek és ellátogattak a Hagymatikumba. Szombaton megszentelték őket, majd túrára indultak. Őscsanád, Nagyszent Miklós, Óbesenyő és Kiszombor érintésével visszatértek Makóra. Vasárnap a korona előtt, majd pedig a Marosparton voltak. A következő veteránjármű találkozó lebonyolítása még kérdéses. Szerintem egy jó hosszú pihenés lesz itt mindenkinek. Összepakolunk, kitakarítunk, és utána levonjuk a konzekvenciákat, ami pozitív, esetleg ami volt negatív benne. Nem nagyon volt benne, hál' Istennek. És megköszönjük azoknak a támogatóinknak, akik itt voltak. És szerintem ilyen nem volt még, hogy ennyi T-Ford volt egy helyen. Nem volt még veteránjármű szentelés, ami a tegnapi nap túrának az eleje volt, illetve nem volt még ilyen tartalmas program. És a kérdésed, hogy jövőre lesz-e, 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen veteránjármű találkozunk, lehet, hogy jövőre tartunk egy szünetet, de ha sikerül összehozni a társaságot, meg egyéb pénzösszegeket, akkor lehet, hogy jövőre lesz. A találkozón készült magazin műsorunkat jövő hét kedden 18-15 perctől láthatják képernyőnkön.